amikor nagyon megszeretek valamit, akkor már alig várom, hogy valami olyasmit csináljak benne, vagy úgy találjak ki valamit, hogy az még több legyen, még inkább, még frissebb, üdébb, stb. Legyen. Hát ahogy a balassi világa, ahogy létezik számunkra, és ahogy kiforrott az egész, ez egy kis csoda, azt gondolom. Tehát, hogy ide nem búsulni jártunk be. Az az igazság. Tehát a nagyon nehéz pillanatok ellenére is azért jó volt elmondani egy-egy mondatot, vagy jó volt hallani a madárcsicsergést, vagy a patak zúgását hallgatni. Tehát azért az emeli is az ember lelkét. Minél többet tesz hozzá, annál több jön vissza, azt gondolom. Ez mindig így van, bármilyen darabról beszélünk. Volt egy teljesen kívülről érkező diákközönség, akik között szerintem volt olyan, aki életében nem volt színház. És mondjuk például ült előttem egy sor kamasz fiú, akik úgy nem, tehát amúgy is nehéz ugye a balassi szöveg, tehát kell az embernek az 5-10 perc, amíg átkattan az agya erre, utána már könnyen. Na most még egy egész világot átkattintani emberek fejébe azért nem egy egyszerű dolog. És akkor volt egy adott pillanat, amikor pontosan meghatározva, tehát pontosan tudom, hogy miért, hogy elkezdett egyszer csak az ő nyelvükön szólni, amikor a kis pajkosság bekerült. Tehát amikor már nem a nagy szédületes szerelemről és a fájdalmakról beszélünk, hanem mondjuk bejön Galatea, és elkezdi ezt a fiút elringatni az ölében, onnantól kezdve ez az egy sor kamasz fiú, nagyon-nagyon a magáinak érezte, azt éreztem én rajtuk. Igen, nehéz volt, úgyhogy sok-sok éjszakámba került, mert ez nagyon nehéz nyelvezet. Ráadásul, hogy érthetően, tehát hogy úgy tűnjön, mintha ez teljesen természetes lenne, az a legnehezebb benne. De hála Isten, reméljük, hogy sikerült. Egy egészen másfajta játékot igényel, és én azért is próbáltam belenézni a szemükbe, hogy jobban tudjam őket vonni. Mert hiszen a személyes kapcsolat, aztán itt ugye, az nagyon adott, az nagyon jó lehetőség, és próbálom, én ezt még többször szeretném, tehát ha majd a szituációk ezt engedik, hogy egy kicsit ővelük, mert ők is akkor könnyebben oldottabbak lesznek, ebben az egészben úgy vehetnek majd részt, mint ha itt lennének velünk együtt. Nagyon szeretem hallgatni a balassi nyelvezetét, nagyon nehéz a mai fülnek, de körülbelül egy hét próba után átálltunk rá, és nagyon... Onnantól már könnyebben tanultuk, és amint szituációkba kerültek a jelenetek, onnantól már könnyen megtanultuk. A szöveg az elhangzott úgy, ahogyan írva vagyon, egy kis meghúzással, és az Eszternek a tudása ez, hogy ezt a nyelvezetet ennyire cselekményekké formálja, és nagyon gyönyörű szép világot találtunk neki. Szerintem. Én igazán szeretem, amikor intim színházat lehet játszani, a kicsi stúdiótereket, nagyon az ízlésemre való. Maga a szerep az nagyon közel áll, szerintem mindannyiunkhoz, mert olyan jó kis figurákat talált ki Balassi. A helyzetek egyértelműek, de a nyelvezet, igen, szóval az nehéz volt. Az az igazság, hogy Balassi nagyon közel áll hozzá, mert egész iskolás koromban már hallgattam, meg olvastam az ő verseit, és velem mindig hasonló dolgok történtek, úgyhogy ez nekem nagyon megtalált engem ez a dolog, és nagyon szerettem volna egyszer hozzá, hogy valami közöm legyen hozzá, úgyhogy hál' Istennek ez összejött. Ez egy nagyon nehéz nyelvezet, és nagyon nehéz szöveg, de az én szerepem egy picit könnyebbre volt átírva, mint a többi szereplőnek, mert az Eszter valahogy úgy dramatizálta meg az egész Galatea személyiségét, hogy valahogy kihagyta ezeket a szép monológokat, amit a többi szereplő és Balassi Bálint megírt ebbe a darabba. Nálam egy kérdezfelelek dialóg alakult ki, és ettől valahogy a cselekmény jobban tudott magával vinni. Bár ifjúsági darab ez, de nagyon szeretnénk, hogyha felnőttek is egyaránt látogatnának minket. Szerintem ez egy nagyon... Nagyon szerethető és nagyon nehéz tér ez a stúdiószínpad, mert itt nagyon közel van mindenki, itt mindent látnak, itt az izzadságot is látják, a könnyeket is látják, az örömet is látják, a hazugságot is látják. Nagyon nehéz volt.
az elején, és aztán egyik pillanatról másikra, hogy az ember fölveszi a ritmusát a dolognak, meg a gondolatiságát megérti, meg a logikáját megérti, akkor viszont onnan kezdve meg nagyon könnyű. Tehát ahogy tanultuk, vagy ahogy tanultam, az elején nagyon szenvedtem, és aztán a végén meg már mint a karikacsapás úgy ment. Tehát tényleg az ember áll, az ember agya rááll erre a nyelvezetre, és onnan kezdve meg tényleg nagyon, nagyon, nagyon nagy öröm. Én attól féltem, és arra voltam kíváncsi igazából, hogy fogják ők, mert az, hogy mi megértettük, már értjük, már tudjuk, az oké, az rendben van, de hogy vajon ők, hogy fogják ezt magukra hangolni, és szerintem sikerült. Többször játszottam már a stúdióban, és nagyon szeretek, mert ez családias, tehát itt nem kell üvölteni, vagy megemelni annyira a hangot, mint a nagy színpadon. És ezt a szöveget azért elmondani, Balassit, ami nem egy villámtréfa, akárhonnan nézzük, hát szenved vele mindenki. Én, aki a tagok közül a legidősebb vagyok, a fiatalok közt, hát, és nem azért, mert mazohista vagyok, hanem örültem, hogy ők is szenvednek, tehát nem csak én kínlódok, hanem ugyanúgy szenvednek ők is, és nem volt egyszerű megtanulni, de ezt azonnal be kell vágni, ahogy csak lehet, és utána lehet játszani, mert az, hogy azt se tudod, hogy mit mondasz, akkor mit akarsz eljátszani. Az nem elég, hogy én értem, próbáljuk megértetni a közönséggel is. Remélem ez majd sikerülni fog. Ma úgy hallottam a közönség reagálásából, hogy sikerült.